Június 2-án csütörtök este. Jó estét kívánok! A Tatai Körzeti Televízió napi híradóját látják. Tartsanak velünk! Közel 4500 növendék fordult meg eddig a Kenderkeműhelyben. Az utolsó üteméhez érkezett a Szomódi Bölcsőde beruházás. Újabb élelmiszerlánc felajánlása segíti a körzetben zajló élelmiszerosztást. A mesék világa felnőtteknek, hangszeres előadásra várták a vértes szőlősieket. Gyűltek a petákok Agostyánban, ajándékokra válthatták a gyerekek. 4 évtizede a hagyományőrzés meghatározó szereplőjeként van jelen a körzet mindennapjaiban a Kenderke Népművészeti Egyesület. Az intézmény június 1. napján tartotta vizsga előadását, ahol a növendékek éves munkájukról adhattak számot. Erdőltek a szoknyák, dobogtak a csizmák, felszólaltak a hangszerek, és a népi énekszó sem hiányozhatott a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola vizsgájáról. Az ország első néptánc művészeti műhelye idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A jubileum számos bemutatkozási lehetőséget hív magával, az évvégi gála azonban az egyik legrégebbre visszanyúló hagyománya az intézmény életének. Igazából ez a fő megmutatkozása egy kenderkébe járó növendék. Ami azt jelenti, mikor szeptemberben elkezdjük a munkát, augusztusban megtervezzük, akkor ez a vizsgaelőadás áll fókuszban. És ehhez képest igazítjuk a fellépéseket, vagy ehhez képest az idei új koreográfiával tudunk-e megjelenni más rendezvényeken, vagy még a régit kell szinten tartani. Tehát a fókusz nekünk mindig ez a vizsgaelőadás, és az azt követően a sokadalom. A pedagógiai program szerint az előképzőben, így az első-második osztályban a nyílt órákon látott teljesítmény alapján születnek meg a legkisebbek érdemjegyei. A nagyobbaknál azonban a vizsga előadást egy bizottság értékeli. Mutatkozik egyfajta igény a kultúrára, a közösségre. És most valahol ez a kulcsszavunk, hogy a közösségépítés. Mert az emberek életében ezzel az egész pandémia helyzettel bezárkóztak a négy fal közé, és megszűntek azok az emberi társas kapcsolatok, amik eddig jellemzőek voltak. Ezt ott tapasztaltuk meg, hogy ebben a tanévben elindított minden olyan közösségi rendezvényünk, táncház sorozatunk, kézmes foglalkozásunk, gyermekalkalmak, hatalmas nagy tömegek jöttek, kinőttük az épületünket, ez egy hatalmas nagy dolog és egy nagyon nagy felelősség számunkra, hogy a következőket már úgy szervezzük meg, hogy mindenkinek jusson szabad hely. Úgyhogy törekszünk arra valóban, hogy az iskolákat, óvodákat úgy megszólítsuk, hogy újra, vagy ismét, vagy egyáltalán becsatlakozóak legyenek hozzánk. Az évzáró műsor végével még nem lélegezhetnek fel a fiatalok, hiszen a nyár beköszöntével elkezdődik a fesztivál szezon, így a fellépések sora is. Hiánypótló beruházás valósult meg Szomódon, hiszen augusztus végén átadhatják a két csoportos 28 férőhelyes bölcsödét. Az utóbbi időben 250 fővel nőtt a község lakossága, ezért a helyi családoknak nagy segítség lesz az intézmény a kisgyermekek napközbeni ellátásában. Korszerű, modern, a 21. század elvárásainak megfelelő bölcsőde került kialakítás a Szomód központjában. A munkálatok már az utolsó szakaszhoz érkeztek, így a festés, meleg burkolatok szerelvényezés, valamint a játszóudvar előkészítése van folyamatban. Az intézményben melegítő konyha és sószoba is kialakításra került. Azt gondolom, hogy egy óriási siker és egy óriási eredmény a település életében, hogy egy két csoportos bölcsödét tudunk ez év augusztusában átadni. Nagyon fontos, hiszen az elmúlt években körülbelül 250 fővel nőtt a lakosság száma, és rengeteg kisgyermekes van, hála Istennek, és azt gondolom, hogy a szülőknek ez egy nagyon nagy segítség lesz, hogy itt Szomódon tudják a gyermekeiket elhelyezni, a 0-3 év korosztályos gyermekeket. Évekkel ezelőtt készült már egy felmérés, akkor is már jelezték, hogy nagy szükség lenne egy bölcsődére. Szerencsére sikerült Európai Uniós forrásból és hazai támogatásból ezt a bölcsödét megpályázni, a pályázatot elnyerni, illetve felépíteni ezt az épületet. A visszajelzések nagyon pozitívak, kettő csoport épül a bölcsödében, azaz 2x14 fő, 28 fő gyermek elhelyezésére lesz alkalmas. A bölcsőde épületéül szolgáló intézmény régen a polgármesteri hivatal volt a településen, így a hely szellemét megőrizve a régi létesítmény egyes darabjait is felhasználták a felújításkor, mint a tardosi vörös márványt. Magával az épület jellegével az volt a célunk, hogy valamelyest megőrizzük az utcaképi látvány, tehát azt tudni kell, hogy itt a bölcsöde helyén egy polgármesteri hivatal, illetve a polgármesteri hivatalunk állt
120 éven keresztül, tehát az az épület ez egy 120 éves volt, ezért amikor a bölcsöde helye került kérdésként az önkormányzati elé, akkor azt határoztuk el, hogy lebontjuk a régi romos polgármesteri hivatalt, és a helyén építjük föl ezt a bölcsödét. Tervezésnél figyelembe vettük, illetve kifejezett szándék volt az, hogy megőrizzük azt a jelleget, illetve azt az épület tömeget, amit az elmúlt 120 évben megszokhatott Szomód lakosságot. A beruházás Európai Uniós topos forrásból és hazai költségvetési forrásból valósult meg. A település a bölcsödét már szeptembertől működtetni szeretné, ezért várják a lendő munkatársak jelentkezését. A Szociális Alapellátó Intézmény a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel közreműködve segíti a térség rászorulóit. Havi rendszerességgel összesen 10 településen zajlik az előre összeállított ételcsomagok kiosztása. Legutóbb Bajon adták át az adományokat. Kedden és szerdán egy-egy kis településen szervez élelmiszerosztást a Szociális Alapellátó Intézmény. Legutóbb Bajon vehették igénybe a rászorulók a segítő szolgáltatást. A létesítmény évek óta áll kapcsolatban a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, amely szervezet kezdeményezésének célja megmenteni és felajánlani a bevásárlóközpontok azon termékeit, amelyek bár közel vannak a szavatósági idő lejártához, fogyasztásra teljes mértékben alkalmasak. Most annyiban sikeres volt ez az évünk, hogy a Tesco mellett a Penny boltnál is megnyertük az élelmiszerbankot, tehát innentől kezdve két helyen és két helyről tudjuk elhozni az élelmiszereket. A Penny annyiban egy picit jobb, hogy több hűtött termékeket, amire korábban nem volt nagyon lehetőségünk, akár tejterméket, felvágottakat elhozni. Most a hűtőládák beszerzésével ez is akadálymentesen folyhat már. Továbbra is itt Tatán, heti kétszer a hétfő és a pénteki napon, itt helyben a Tata Deák Ferenc utca 5-ben tudjuk biztosítani az élelmiszert, illetve a Tata kistérségében valamennyi településen, forgórendszerben biztosítjuk az élelmiszerosztást, erről mindig a családsegítők értesítik az ott lakókat, illetve az önkormányzatot, és így próbáljuk azt, hogy tulajdonképpen mindenkihez eljusson ez. Az élelmiszerbank kezdeményezésének köszönhetően összeállított csomagok száma változó, így sok esetben érkezési sorrendben igényelhető a segítség. Az az igazság, hogy ez az egy olyan szolgáltatásunk van, ahol én azt gondolom, hogy nem vizsgáljuk azt, hogy aki az élelmiszerért idejön és sorba áll, az ténylegesen rászoruló-e vagy sem. Bárkinek jöhet az életébe egy olyan helyzet, átmeneti időszak, amikor megszorul. Én azt gondolom, hogy ezt az élelmiszert, hogyha valaki kéri, akkor azt meg is kapja. Hát, ha még veszi is a fáradtságot, és el is jön érte, nem vizsgáljuk. Egyetlen egy dolog, mivel ugye az élelmiszerbankon keresztül történik ez, hogy egy aláírást kérünk hozzá, hiszen nekünk is igazolnunk kell azt, hogy kinek juttatjuk tovább az élelmiszert. A Szociális Alapellátó Intézmény ellátási területei közé tartozik Baj, Szomód, Naszály, Neszmély, Dunaszent Miklós, Dunaalmás, Tata, Tardos, Kocs és Vértestolna. Ősi bölcsességek, szimbólumok és a mindennapi élet nagy kérdései. A köztudatban elsősorban úgy élnek a népmesék, mint történetek, amiket a gyerekeknek szántak. A népi kultúra ugyanakkor számos mesét őriz, amit kifejezetten a felnőttek adtak tovább egymásnak. Ezekből adott ízelítőt Szénási Veronika vértes szőlősön. Nem tudtam mit mondani. Mi volt húzva az ablak, még kaptam a sajót, kidobtam itet. Hadd szaladjon a vonat után! Nógrádból trufát, azaz tréfás mesét, de komolyabb hangvételű tündérmesét is hozott Szénási Veronika felvidéki mesemondó a Vértes szőlősi Kutenics pajtába. Az előadó művész a Köszönjük Magyarország program egyik nyertes pályázója, amely a korábbi veszélyhelyzet miatt nehézségekkel küzdő előadó művészeket támogatja. Magyar népmese a régiségben elsődlegesen felnőtt műfaj volt. A fonóba este 10 és 2 között meséltek, a tündérmeséket főleg a férfiaknak, de az asszonyok is nagyon szerettek mesélni. Ők főleg a vidám, vicces történeteket, tréfás meséket mesélték. Nagyon jól állunk a mesegyűjtésekkel, népmesekatalógusban is olvashatunk erről. A hagyományőrzőktől nagyon sok hangfelvétel és gyűjtött eredeti anyag is van. Én magam ma is hoztam szakkönyveket, gyűjtött anyagokat, hogy meg tudják nézni a kíváncsiskodók.
A felnőtteknek szánt meséket népdalok és különleges népi hangszerek dallamai kötötték össze. A népi történetek gyűjtése egyébként a mai napig nem ért véget, akár határon túli falvakban is fellelhető egy-egy mese másik verziója. Én azt gondolom, hogy azért tudják ezt az emberek, nem meséljük őket egyáltalán, de egy-két kötetben megtalálható, biztos vagyok benne, hogy mindenki olvasott, hallott már ilyeneket. És igazából nem csak a pajkosságról szólnak, meg a pajzánságról ezek a felnőtt mesék, ahogy írtuk is a meghívóban, igazából az életnek a szép, nehéz, és a valóban a pajkos tréfás oldalát is megmutatják ezek a történetek. Helyi civil szervezetek, önkéntesek, vállalkozók fogtak össze az önkormányzat támogatásával Agostyánban. A húsvéti programkavalkád után most a gyermeknap jegyében szervezett közösségi eseményt az Agostyánért Egyesület, mely szervezetet ősszel alapították a helyiek. Két keréken is próbára tehették ügyességüket a gyerekek Agostyánban. A falu közössége több helyszínen állította a legkisebbeket, kisebb-nagyobb kihívások elé, persze mindezt a közös játék és a szórakozás jegyében. Két napos rendezvényünk van jelenleg itt a faluban, illetve városrészben. Tegnap volt egy bormustra, egy bor napunk. A mai napon gyereknapot szerveztünk a gyerekeknek. Köszönjük szépen a támogatást a város részéről és a faluból is. A támogatóinknak nagyon köszönjük a segítséget. Több helyen zajlik itt a rendezvény, faluházában, itt a tündérkertben. Éppen egy négy próbás akadálypályát rendeztünk be. Élvezik a gyerekek, sorba róják a köröket. A helyi lovasiskola részt vesz a rendezvényünkön, lehet nálunk lovagolni. Kézműves foglalkozásokat és biciklispályát is terveztünk. A feladatok során begyűjtött különleges fizetőeszközöket sokféle meglepetésre válthatták be a gyerekek. Itt üzemel a tető alatt az infopult és a petákbolt. Ezt úgy találtuk ki, hogy kértük a falubelieket, hogy akinek vannak otthon olyan játékok, könyvek, amiket már nem használnak, ezeket felajánlották, összegyűjtöttük itt a boltban, és a gyerekek, ahol kint voltatok esetleg az akadálypályán, volt aszfaltrajzverseny, itt bent van kézműveskedés, ott tudnak gyűjteni petákokat, így néz ki ez a peták, és akkor itt beváltják, ide hozzák a petákokat, és le tudják vásárolni. Leginkább játékokra, nagyon sok plüss van, kis autó, építőkockák, de ilyen hasznosabb dolgokat is azért gyűjtöttünk össze, tollakat, füzeteket, könyveket is tudnak a gyerekek vásárolni. Nem ez volt az Agostyánért Egyesület első nagy rendezvénye. A csoport néhány hónapja alakult meg azzal a céllal, hogy színesítsék a közösségi életet, és emeljék a különböző ünnepek program kínálatát. A diákok figyelmét hívja fel Vértes Szöllős. A 2022-23-as tanévben is lehetőség van az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésére a helyi közösségi házban, könyvtárban és a település rendezvényein. Aki élne a lehetőséggel, Németh Ferencet keresheti a 30-as, 578-as, 511-6-os telefonszámon, vagy írhat a képernyő alján olvasható e-mail címek valamelyikére. Megemlékezést szervez a Nemzeti Összetartozás napján Oroszlány. Június 4-én szombaton 16 órától a trianoni emlékhelyen mond beszédet Lazók Zoltán oroszlány, valamint Őri Péter, a felvidéki Csalló közcsütörtök polgármestere. Műsort ad Szegény Magyarország címmel Homonyik Sándor, Emerton díjas énekes. Csütörtök esti híreink következnek röviden. Közel 4500 növendék fordult meg eddig a Kenderke műhelyben. Az utolsó üteméhez érkezett a Szomódi Bölcsőde beruházás. Újabb élelmiszerlánc felajánlása segíti a körzetben zajló élelmiszerosztást. A mesék világa felnőtteknek hangszeres előadásra várták a Vértes szülősieket. Gyűltek a petákok Agostyánban, ajándékokra válthatták a gyerekek. Köszönjük figyelmüket, június 2-án csütörtök este a Tatai Körzeti Televízió híradóját látták, maradjanak velünk, hírszemlével folytatjuk, én szép estét kívánok, viszontlátásra!